Az Istenről csak az beszélhetne, aki találkozott is vele. Csak az taníthatna róla, aki személyesen is ismeri. És a mai evangéliumban éppen az áll előttünk, hogy egy olyasról, aki beszél Istenről, aki mögött van egy tekintély, aki hatalommal beszél, ez pedig Jézus. Jézus nem csak Istenről beszél, nem csak mond valamit, ő nem egy megmondó ember, ennél sokkal több. Jézus Istenből beszél. Abból az erőből, abból a találkozásból, ami őt is érteti. Ez pedig az Atya Istennel való közösség, a Szentlélekkel való közösség. Ma talán fiatalos nyelven ezt úgy fogalmaznánk meg, hogy amit mond, az ütős. Gyakran használjuk ezt a kifejezést. És a megdöbbentő az, hogy amikor az evangéliumban most azt olvassuk, hogy a hallgatósága csodálkozott, amit mond, akkor ez a szó tulajdonképpen ugyanezt jelenti. Az eredeti nyelvben, a Szentírás eredeti nyelvében ez ilyesmit jelent, hogy megüt, hogy megdöbben, hogy magán kívül van. A hallgatósága tehát magán kívül volt ezeken a szavakon, ezek miatt a szavak miatt. Mintha Jézus tanítása ténylegesen megütötte volna őket. Micsoda az ütős beszéd, milyen az ütős beszéd? Valahogy olyan, hogy a beszélőnek a hatalmát megérezzük rajta, illetve a szavak mögött. Jézus hatalma, az ő tekintélye nem a puszta szóbeszédből, nem a puszta szavakból származik. Az Istennel való találkozás, a kapcsolat hatalma ez. Mondhatnám talán így is, csak az hat, ami hatalmas. Hatalmas. Hogyan is imádkozzuk a mi atyánkban? Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. És hogyan olvassuk Jézus és Pilátus találkozása alkalmával? Már a passió elbeszélésben? Jézus azt mondja a helytartónak, semmi hatalmad nem volna, ha onnan fölülről nem kaptad volna. Jézus szavainak a hatalma és tetteinek a hatalma, ez a csodatétel, amit itt hallottunk, kiegészíti egymást. Ő pusztán egy megmondó ember lenne akkor, hogyha a cselekedetei nem pecsételnék meg mindazt, amit ő tesz. A kettő mindig együtt tesz minket is hitelessé. Egy-két olyan élethelyzetet, néhány olyan hétköznapi dolgot talán mindannyian föl tudunk sorolni, amikor azt tapasztaljuk meg, hogy a saját erőnk, a saját hatalmunk úgymond kevés. Amikor azt érezzük, hogy felsőbb hatalmak irányítanak bennünket, a gondviselés, az Isten ereje. Elég csak arra gondolnunk, hogy az élet és a halál kérdése nem a mi kezünkben van. Elég csak arra gondolnunk, hogy egy-egy betegségből való gyógyulás úgy igazán nem a mi kezünkben van. Én személyesen is voltam már néhány olyan betegágynál, néhány olyan haldoklónál, amikor egyértelmű volt, hogy az orvosok hatalma, az orvosok ereje egy ponton túl már semmit nem ér. Ezt az orvosok maguk is meg tudják erősíteni. A mi egyházközségünkben is konkrétan volt ilyen személy, van ilyen személy, akikért mindent megtettek az orvosok, gyakorlatilag már elengedték a kezét, és aztán az Úristen mégis visszahozta ebbe az életbe. Amikor nem tudjuk befolyásolni mindazt, amit nagyon-nagyon szeretnénk befolyásolni, de érezzük a saját erőtlenségünket. Hol van itt a hatalom? Hol van itt a gondviselésnek az ereje? És miben is bízok én igazán, és úgy végeredményben?
ki is valójában a hatalmas ebben a világban? Ezek a kérdések ezen a héten foglalkoztassanak egy picit minket. Gondolkodjunk el egy picit ezekről, és ha az Isten hatalmának, ilyenkor talán jobban át tudjuk adni magunkat. Kérjük az Urat, aki hatalmával gyógyított, aki hatalmával nem csak beszélt, nem csak tanított, hanem megütött minket. Kérjük őt, az ő hatalmával gazdagítson bennünket, mert övé az ország, a hatalom és a dicsőség.